még mindig hátra. És ahogy hátra mozdult, Edling ebbe belemozdult előre, Koltonai alulról megszúrta, győzött. 5-1-re győzött Koltonai. Nagyon érdekes a pályafutásom, mert több generációval vívtam együtt. Még a Schmidt-tel, Kulcsárral, Fenyvesivel, akik mind olimpiai bajnokok voltak. Rajtuk kezdtem, velük vívtam először világbajnokságon, és lettünk érmesek, meg világbajnokok. És tavaly még egy egész fiatal korosztállyal is még együtt vívtam, tehát, vagy nem menjünk messze, a Barcelona olimpián is, ahol még a Totola, Kulcsár, Kovács Iván generációval is érmet tudtunk szerezni. Én nagyon szerettem vívni, tehát a vívás az egy örömet okozott, és az sem volt terhes. És ebből kifolyólag még az edzéseket is élveztem, nem mondom azt, hogy nem volt fárasztó, de élveztem, és megtanultam a vívás szeretetét ezektől a nagy vívoktól, akik szintén szemem láttára nagy élvezettel vívtak és alkottak vívás közben, és én is ezt tettem magamévá, tehát nem volt teher. És most folytatódik a csörte, 3 perc, 10 másodperc, és most megvan a találat, megvan az egy találat, amire vártunk. Koltonainak jót tett ez a kis pihenés. Én most azt vettem észre, hogy a legelős párbajtőrben, hogy nem igazán élvezik, illetve valahogy az edzések úgy vannak, hogy munkának tűnik az edzés, és ebből kifolyólag nem is igazán alkotnak. Nem profi módon vannak kiválasztva, illetve már azokat a tehetségeket, akik mutogatják 15-16-17 éves korukban a tehetségüket, már külföldön is megtanultak vívni, és kiemelik, futtatják, másképp menedzselik őket. Tudom, mindig azt mondják, hogy nincs pénz. Hát én meg azt mondom, hogy ez nem pénz kérdése. Lehet, hogy ezt tanulni kell? Most ezzel megint most csak tudok, mert régen tőlünk tanulták, hogy kell csinálni, és utána hozzátették a saját tudásukat, és elléptek mellettünk. Tehát mi is elleshetjük azt, hogy csinálják külföldön. A 10. találatnál sem volt döntés, mert csak egy különbséggel vezetett ekkor Koltonai Ernő. Tovább kellett vívnia, és bevitte az utolsó találatot is, 11-9-re győzte le olasz ellenfelét. Épp azt különbözteti meg egy nem átlag embert az átlag embertől, hogy meri vállalni a véleményét, meri elmondani, és kiáll érte. Hát én is egy ilyen kiállós típus voltam, tehát mindig kellett küzdeni. Tehát de az élet minden területén így van. És egyszerűen csak erről lenne szó, hogy te kiársz a saját szavadért? Ez nem jellemző? Mert mondod, hogy hát az ember kiáll a saját szavaiért. Egyre kevésbé. Ez a vívásra vonatkozik, vagy úgy általában a világunkra? Hát a világunkra, úgy gondolom. Egyre jobban megalkusznak az emberek. Kivérte vissza a szót Koltonai. 3-3. Amikor ezt a flash-t megcsináltuk, nem időt csináltam, azért többen csináltuk. Én felügyeltem, meg szakmailag irányítottam. Mikor? Hát most már 11 éve működik. Hát az a legnagyobb dolog, hogy működik. Egyáltalán amikor most már vívásban éppen minap szűnt meg egy klub, és fognak megszűnni klubok. Itt a 3. kerületben, illetve még a környékén sincs lehetőség vívni a gyerekeknek. Ezt próbáltuk valahogy megadni a gyerekeknek. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy a megalakulásunk óta 11 éve, minden évben volt válogatott versenyzőnk. Szinte megmondom, hogyha egészségileg bírom, akkor csinálom, mert ez csak akkor működik, ha csinálják. Sajnos az elmúlt időszakban, 1-2 évben volt egy kis egészségügyi problémám, és nem olyan voltam, mint amilyen szerettem volna lenni. Az abban nyilvánult meg, hogy
fáradékonyabb voltam, és nehezebben bírtam a munkát, de mivel az orvosok megtalálták a baj forrását, bízom benne, hogy tudják kezelni. És mik a kilátások? Mint ahogy mondtad, elég sokat küzdöttem életemben. Hát remélem, hogy az orvosokkal együtt le tudjuk győzni, vagy küzdeni ezt is. Azt mondom, hogy teljes életet tudtam élni a víváson keresztül is, és mindent megtettem azért, amit meg lehetett tenni. Tehát hiányérzetem nincsen ilyen szempontból.